ezelőtt, képzeld el, elhatároztam, hogy készítetek egy tetoválást, nem is egyet, nagyon-nagyon sokat, minden 6 hónapban vagy évente egyet. Egy ilyen két kockára, ilyen filmcsíkra gondoltam, hogy minden egyes ilyen érdekes eseményt meg fog örökíteni így a testemen. Gondoltam, hogy elkezdem itt a vállamon, ilyen szép nagy képkockával, aztán egy másikkal, egy másikkal, és így körbe a kezemmel, egész végül a hátamon, a lábamon, mindenfelé, minden ilyen érdekes eseményt meg fog örökíteni ugye az életemből. Rábeszéltem az egész családot, képzeld el, hogy menjünk el és készítessünk egy tetoválást közösen. Apukám volt az első, beült a székbe, készítettet egy ilyen nagy piros hátú pókot ide a hátára, aztán öcsém volt a második, ő készítettet egy ilyen a vállára egy ilyen krikszikrakszis tetoválást. A feleségem volt az utolsó, ugye a biztos, hogy láttátok, ide készítetett egy kisebb tetoválást, egy ilyen szíves tetoválást ide a kezére. Aztán, amikor rám került a sor, úgy döntöttem, hogy én nekem nem kell tetoválás, és láttam a feleségemnek az arc kifejezését, meg az öcsémét is, mikor a tűt így szurkálták ki, fájdalmasnak nézett ki, én akkor eldöntöttem, hogy nekem az életben nem kell tetoválás. A mai kérdésem hozzátok a következő. Ki akar tetoválásra, vagy kinek van tetoválásra? Vagy milyen füle fajtát akartok, hogyha akartok, vagy milyen van, mekkora, pici, nagy, mennyire fáj? Úgyhogy ma menjünk és tetováltassuk. De először elviszik a Lüközt az iskolába. Szervusz Lukasz, jó legyél! Jó tanulást! Találkozunk délután! Szervusz! Szia! Nem én akarok tetoválásra, hanem a feleségem, képzeld el. Úgy döntött, hogy ugye volt a kezé meg a hátán neki tetoválása. Nem volt, hanem még mindig van neki. És át akarja alakítani mind a két tetoválást. Két napot kell neki menni, egy napot már ment is, ma lesz a második nap. A tegnap előtt volt 4 órát a székbe, képzeld el 4 órát, te! Ma meg megint 4 órát lesz a székbe. Megcsináltatta itt a kezén a tetoválást, azt a kis szívecskét átütötték neki. Ma pedig nem más fognak csinálni, mint a hátán fogják átütni a hátát. Nem tudom, hogy láttátok-e, vagy emlékeztek, vagy ugye sosem mutattam, de feleségemnek egy ilyen Lucas, van neki egy ilyen Lucas tetoválás meg szárnya a hátán. Ezt még akkor csináltattam, amikor ugye megszületett a Lucas, és gondoltam belőle a Lucasnek a nevét a hátába. Aztán megszületett a Davis, a második gyerek, és gondolta, hogy őnek a nevét is bele kéne iratni, de hátára nem fér be, és azt a nevet rakta ide a csuklójára. Ma meglátjátok! Összetesszük, gyorsan valamit megreggelizünk, és elindulunk. Nem tudom, ki szeret porszívózni, de én nagyon nem szeretek. De általában vagy én porszívózok, vagy a feleségem porszívózik. Nagy ritkán a Lucas, a Davis meg még nem tud. Hosszabbító, kikapcsolva, kiúzva az áramból. Na várjál. Ugye nemrégébb lettem fel, a tejámat már megittem, a kekszemet megettem, de rá fél órával, vagy órával, vagy másféle valamit kell ennem. Ilyen reggeli, utáni reggeli. 10 óra itt, nem? Bármi még nincs 10 óra. Még korabban. A fejem meg mindig nincs magánál. Nem borotválkoztam megint. Na mindegy, majd délután. Aztán, hogy nem más teszek, mint ilyen croissant. Látod? Gondolkozhatok már azon, hogy a croissant az miért croissant? Tehát a croissant az mindenhol croissant. Nem? Nálatok is croissant vagy. Nem? Magyarországon is croissant. Ausztráliában is croissant. Meg Franciaországban is croissant, nem? Ha jól tudom. Szerintem jól tudom. De érzedek, mit mondok. Tehát a torta, az torta Magyarországon. Ausztráliában, meg angolul, meg cake. És de a croissant az miért croissant? Nem tudom, csak gondoltam, hogy megemlítek. Hát valaki tudja, videóra nyugodtan írjátok meg, hogyha ti tudjátok. Szerintem ilyen érdekes. Ez ilyen pici croissant. Látod, ilyen pici? Ugye ez nem reggeli videó, látom, hogy sokan csinálnak videót például, hogy
ebédről, vagy reggeliről, nem reggeliről, nem, általában ebédről, vagy vacsoráról, hogy mit esznek. Nem tudom, érdekes ez a videó, hogy mit esznek, vagy mit eszek. Közben nem is beszélnek. Ugyanis teli szájjal nem illendő beszélni, úgyhogy most nem is beszélek. Miért van rajtad a háti táska? Nyuszi, oda néz. Te, hova megyünk? Iskolába vagy óvodába? Valamit kell innom, azt hiszem. Elakadt a torkomon a croissant. Vagy nem a croissant, hanem a croissant, az a teteje, az a... Na. Na, ezt meg félrenyeltem. Hú, még a könnyem is kijött. Na, azt hiszem, jobban vagyok. Még minden borra fákoztam, most már tényleg neked. Kezd ilyenkor ilyen, nem. Viszketős egy kicsit ilyen, meg kell vakarni. Na minden. Meg a hajamat is. Azt le kell megint vágni, kezd hosszú lenni. Kitettük a feleségemet, jelenleg ott nem a szenved, de biztos rettentően fáj neki a tetoválás. Mi addig sétálunk itt egyet, vagy rohangálunk a Davis-szel itt ezen a tengerparti öblös részem. És amúgy én azt hallottam, hogy nem csak a tetoválás fáj, hanem a tetoválás eltávolítás, és ilyen lézerrel el tudják távolítani a tetoválást, ami beletart, én azt mondom, jó pár alkalommal el kell menni, ami attól függ, hogy mekkora a tetoválás, mire ugye le tudják szedni, de mindegy, hogy csináltatod, vagy leveteted, az mindig fáj. Nekem ugye sose volt tetoválásom, nem vették le, úgyhogy nem mondtam, hogy mennyire fáj, de amit láttam, vagy hallottam, eddig mindenki azt mondta, hogy rettentően fáj. Bár ki lehet bírni, mert a feleségem is kibírja, apukám is kibírta, az öcsém is kibírta, de én rettentően nem szeretem a tűt. Ugye én nekem ilyen tűfóbiám van, hogyha meglátom a tűt, vagy rettentően nem szeretem. Ezért nem hiszem, hogy fogok tetováltatni hamarosan. De sohase. Ezt sem lehet tudni. Sétálunk egy kis dombra, lecsücsülünk. Csücsültünk, nem egy kis dombra, nem ide, ide, oda, le ott a víz még mindig mögöttünk, sétálunk körbe-körbe. Amúgy a fülbevalómat képzeld el, ha jól emlékszek, én ilyen 10 éves koromban kaptam, még lehet, hogy még 10 sem voltam, itt ezt, aztán kaptam utána még egyet, 2 darab fülbevalót. Az is rettentően fájt, bár az csak egy pillanat, ugye egy fülbevaló, egy fájás, 2 fülbevaló, 2 fájás, a tetoválás az egy nagyon sok fájás. Hova mész? Itt egy csónak, oda néz. Szép, le van láncolva, nagy véletlen valaki el, ugye. Egész jó állapotban van ahhoz képest. Ott a homok, mit rajzolunk a homokba? Karika, karika. Már úgy mindig izgat meg, mindig is izgatod, hogy mennyire fájhat. Rettentően, nagyon-nagyon vagy, nem annyira, na minden. Na mindegy, sétálunk még egy pár órát, ugyanis még mindig van egy 3 óránk, azt mondták, hogy 4 órában fog tartani, most már egy órája lassan is sétálunk. Aztán felveszünk és meglássuk, hogy, vagy meglátjuk, hogy milyen tyúk, semmilyen kakastyúk. Úgyhogy meglátjuk, hogy milyen lett a tetoválás. Hozzáérkeztünk, úgyhogy most megnézzük a tetoválást! Te, menőtt a szakállam reggel óta? Komolyan mondom, mintha nagyobb lenne. Na mire, nézzük azt a tetoválást, hogy hogy néz ki. Na, elhúzzuk a haját, ide félre, ups, be van még ragasztva. És így nézett ki, most pedig így néz ki. Ilyen lett a Lucas neve eltűnt, és egy ilyen pillangó. Pillangó, vagy mi az? Látod, pillangó az ott. Ilyen kis lepke. Ja, lepke, pillangó, az lett helyette. Úgyhogy szerintem, én nem tudom, lehet látni a nevét, vagy nem. Én nem láttam, hogy hol volt, tehát szerintem rendesen át lett ütve, vagy kijavítva. Hol a Lucas neve? Sehol! Úgyhogy, most mutatom a kezét. Pillangó, látod? Egy másik pillangó, vagy lepke. Itt a Lucasnek a neve, a fókusz a kamera, itt meg a Davisnek a neve.
És ez is át lett ütve, tehát egy másik fajta volt helyette. Kicsit azt hiszem rossz itt a fény, nem lehet rendesen látni, de ez pedig a másik keze. Látod, ilyen végtelen jel, egy ilyen horgonnyal. Azt mondta a feleségem, hogy nem fájt annyira, csak egy kicsit, de attól függően, hogy hol ütötték, de na minden. Azt mondta, ez volt az utolsó, többet nem csináltat, legalábbis egy 10 évig azt mondta, aztán majd kiderül, de hogy nekem tetoválásom szerintem sose lesz. Ide írjátok meg a véleményeteket, hogy ti nektek mi van, vagy mit szóltok hozzá, vagy mit szeretnétek, ekkorát, akkorát, kicsikét, nagyot, és na minden, meg hogy mennyire fáj, szerintem fáj, na minden. Én most elmegyek, és meg borotválkozok, már ennyit, sziasztok!